mindig a koncepció határozza meg, hogy milyen eszközhöz nyúlok. Tehát nincs bennem semmilyen elfogultság semmilyen technika felé, hanem mindig úgy alakul egy alkotó folyamat, hogy először a koncepció és a gondolat van meg, amit tovább görgetek magamban, tovább fejlesztek fejben, és utána keresem meg csak azt, hogy milyen eszközzel fejezem ki. Tehát, hogyha véletlenül a festészet lenne indokolt, hogy ezt abban fejezem ki, akkor festményt készítenék. De ha ezt fotóalapon tudom bemutatni, a leginkább úgy érzem, akkor azt úgy, vagy installációban, akkor úgy. Egyebekben hozzátartozik ehhez a kérdéshez az is, hogy mindig szeretnék egy picit távol maradni, tehát a személyemet egy kicsit háttérbe szorítani minden egyes műalkotásnál. Tehát nem akarok előtérbe kerülni, és lehet, hogy egyébként azért is használtam nagyon sokszor installáció jellegű vagy tárgyszerű munkákat, vagy fotólapú munkákat, mert valahogy a nagyon személyes kézjegyem, manualitásom háttérben marad, és hogy nem szeretnék annyira előtérbe kerülni. Mindenféle múzeumokban lehet látni ilyen képfeliratokat, hogy ismeretlen szerző, műves, stb. És ezen így elgondolkoztam ezen a helyzetem, hogy mit is jelent az ismeretlen szerzőiség, illetve milyen áthallásai lehetnek. Mert ugyanez egy művészettörténeti idézet vagy utalás, de ugyanakkor szerintem, és mindenképpen az ilyen céljaim szerint, ennek aktuális áthallásai is vannak. Tehát, hogy a művész helyzetét kutattam, vagy kutatnám ebben a munkában, ami értendő egyrészt a múltra is, de értendő a mostanira is. Tehát egy különös helyzetet szerettem volna bemutatni, amikor egy művész kicsit rejtve maradt, vagy eltűnik, de mégis itt hagy valamit. És ez a munka azt is feszegeti, hogy vajon mi fontosabb a művész szerepe, személyisége, személye, vagy maga a műalkotás. Vagy mennyire fontos a hírnév. Nem elég csak, hogy létrehozunk egy alkotást, és kifejezünk valamit. Úgyhogy az ismeretlen művész kategóriában van egy különös alázat. A képzőművészeti egyetemen végeztem, korábban a Dénes Gábor osztályára jártam, aztán később a Maurer Dórához, és nála fejeztem be a tanulmányokat. És utána volt nálam egy pár éves kihagyás, amikor dolgoztam, és nagyon elfoglalt voltam, és utána kezdtem el újra alkotni. Ha főbb stációkat lehet megemlíteni, akkor nekem ez egy fontos állomás volt, hogy a Derkovics ösztöndíjat megkaptam. Nagyon örültem neki, többször beadtam, és többször elbuktam, és egyszer csak megkaptam, és ennek nagyon örültem. Nagyon jó volt, én nagyon élveztem a Derkovics ösztöndíjat, mert minden évben 3 éven keresztül volt egy-egy kiállítás, és ez nekem izgalmas volt. Aztán egy fontos állomás volt nyilván a Velencei Biennálén való részvétel 2013-ban. 2016-ban kaptam Munkácsi díjat. Kezdetben a fogyasztói társadalom érdekelt nagyon. És hogy a fogyasztói társadalomban hol helyezkedik el a hétköznapi ember, és milyen a viszonya hozzá. És számos ilyen munkát készítettem. Nagyon sok munkám szólt a marketingről és a reklámvilágáról is. És aztán az utóbbi 8-10 évben egyre inkább a figyelmem a történelemre és a múltra való viszonyunkra összpontosult, és kifejezetten és koncepciózusan egyre inkább ebbe az irányba megyek, és ezt analizálom. Nagyon érdekesnek tartom történelem, vagy a múlthoz való viszonyunkat. Annyira érdekelt, egyszer elmentem az Őrségbe biciklizni egyedül, és eltöltöttem 3-4 napot, és elmentem Őri Szentpéterre egy néprajzi múzeumba, amit egy rajzszakos tanárnő rakott össze, és nem tudom, órákon keresztül néztem, és mindent elolvastam, és azt tettem magamon észre, hogy mint egy könyvolvasás során egy katartikus állapotba kerültem, és megelevenedett előttem a ott élő emberek világa. Tehát itt életre keltek. Annyira izgalmas volt, hogy nem tudom, hogy gyűjtötték össze a rigókat, mert Olaszországba exportálták őket, milyen volt egy lakodalom, egy esküvő, stb. Egy tragédia. És hogy az én képzeletemben újjászülettek ezek az emberek. De hogy ezek az emberek, ezek már nem léteztek, és az egész világ, az egész kultúra, az életközösség mind elmúlt.
És hogy annyira különösnek éreztem, hogy hová lettek ezek az emberek, hová lett ez a rengeteg történet. Amit mi a történetünkről tudunk, vagy a múltunkról, az egyfajta verzió egyébként, és még lehet, hogy végtelen szám más verzió is van, és igazából a múltunkat tökéletesen valószínűleg soha nem fogjuk tudni megismerni. És ez is egy különös helyzet egyébként, és az is különös helyzet, hogy amit tudunk a múltunkról, az is csak egy, az is csak lehet, hogy csak egy regény, vagy egy, igen, egy szubjektív történet, még ha számos igazságtartalma is van. Egyszer elmentem a Budatétényi Bútormúzeumban. Kifejezetten érdekelt, mert soha nem voltam ott, és annyira izgalmas, hogy Bútormúzeum. És annyira különös volt, hogy gyönyörűen berendezett enteriőröket lehet látni, mint egy nappali. Idilliek voltak. És igazából muzeális tárgyak voltak. Nem volt gazdájuk, elveszítette a gazdájukat, de mégis annyira vártam, hogy oda valaki lehuppanjon a székbe. Vagy valaki elkezd a hárfán játszani a nappali közepén. Vagy felemeri a kávéscsészét az asztalról, és soha senki nem fog már leülni arra székre, úgy, mint a tulajdonosa, stb. Stb. És ez is valahogy az elmúlás, annak a bizarrsága benne volt, hogy a tárgyak azok kötődnek bizonyos személyekhez, és gyakran nehezen elválaszthatóak.